A számára sprintszámnak számító 5 kilométeres távon át rajthoz Hellebrandt Máté a 128. atlétikai magyar bajnokságon. A nyíregyházi versenyzőt megszorítani sem tudták, így könnyedén szerezte meg 17. szabadtéri bajnoki címét, mégpedig 19 perc 32,59 század másodperces idővel. Teljes meglepetésként ért, mivel egyáltalán nem készültünk erre a versenyre. A verseny előtt 2-3 napot pihentünk csak rá, viszont nagyon jó napot fogtam ki. Maga a körítés is, az egész létesítmény, a szervezés és a hangulat is kiváló volt, és lehet, hogy ez a kis plusz jelentette azt, hogy megdöntöttem az egyéni csúcsomat. Ez azért is fontos számunkra, mert ez egy kis visszaigazolás, hogy a felkészülésünk az jól halad, és kezdek gyors lenni, ami ma nagyon fontos lesz a világbajnokságon. Pokrovenszky József tanítványa ebben az évben már több hetet töltött edzőtáborban, és a világbajnoki finomhangolást is magaslaton végzi az edző-tanítvány páros. Július 16-án fogunk vasárnap kirepülni Spanyolországba, pontosabban Sierra Nevada-ba, ami 2400 méter magasan van, szóval magaslati edzőtáborban leszünk 3 hétig, és majd a világbajnokság előtt 2 héttel jövünk haza, és bízunk benne, hogy ez a magaslati edzőtábornak a jótékony hatása is majd az eredményemon meglátszik. Azt viszont még nem tudom, hogy melyik távon fogok indulni, 20 vagy 35 kilométeren. Én most főleg ebből a versenyből kiindulva már inkább a 20 kilométeret választanám, de ez majd csak akkor fog kiderülni, amikor majd kijön a világranglistának a frissítése, hogy pontosan hol helyezkedek el. Akár a 20, akár a 35 kilométeres táv mellett dönt a háromszoros olimpikon, az biztos, hogy Budapest belvárosában hazai szurkolók előtt teljesítheti majd a távot. Mindenféleképpen előny lesz a hazai pálya. A családom meg a barátaim máskor is el szoktak kísérni külföldi versenyekre, de az azért mégis másabb lesz, hogy tényleg itthon Magyarországon, magyar szurkolók előtt versenyezni. Méghozzá egy gyönyörű helyen, mert a Hősök terén és az Andrássy úton lesz a versenypályánk. Szóval a körülmények és a hangulatra is szerintem nem lesz majd panasz. Hellebrandt Mátén kívül a diszkoszvető Szikszai Róbert és a rövid távfutó Boros Bence képviseli majd a nyíregyházi színeket a budapesti világbajnokságon.